törteken virádóra. Ráültem egy fejcsikóra, azon hajtottam a tinót, mind a három darú szőr volt, mind a három darú szőr volt. A galgamenti falvakban a szólóban járt férfi tánc, a verbunk az első világháború előtt élte virágkorát. Ekkor minden táncrend verbunkkal kezdődött, és azt majdnem minden férfi táncolta. A verbunkos divat múlásával a férfi táncot felváltotta a hasonló tempójú és kíséretű lassú csártás. Ekkor a verbunkot már csak a legjobb táncosok elsősorban a lakodalmakban bemutató jelleggel járták. A csoportos formában táncolt verbunk során a táncosok az óra járásával ellenkező irányba haladva, egymáshoz igazodva, de saját figuráikat szabadon rögtönözve táncoltak. Néha az állandó körben haladás is felbomlott, amikor ketten egymás felé fordulva, esetenként jobb kezükkel összefogódzva, vagy vállon összekapaszkodva járták a verbunkot. Egy-egy legény a kör közepére ugrott, vagy kivált a többiek közül, és a zenekar előtt folytatta a táncot. A legények búbos tetejű kalapban táncoltak. A kalap mellé nagy szál rozmaringot tűztek, mert akinek nem volt, arról mindenki tudta, hogy nincs szeretője. A legények általános viselete a táncban a csizma volt. Aki tehette, kötött a csizmájára sarkantyút. A sarkantyús legényeknek nagy becsülete volt, hiszen közülük kerültek ki a legjobb táncosok. A többiek gyakran kölcsönkérték tőlük a csizmát, és cserébe bort vagy táncot rendeltek, hogy sarkantyús csizmában táncolhassanak. A verbunk előadás módját a könnyedség, a tér változatos kihasználása és a karok kötetlen használata jellemzi. Lépő és bokázó motívumok. A lépő motívumokat a tánc bevezetésére és a többi bonyolultabb figura összekötésére használták. A lépőt díszítő bokázókat különösen kiemelte a táncban régen nélkülözhetetlen sarkantyú.
Ennél a figuracsoportnál jellemző a tér kihasználása, egy-egy taps és változatos kézmozdulatok alkalmazása. Futómotívumok. A futómotívumokat lépő, bukázó és lezáró figuracsoportokkal együtt használjátok. A futólépések száma tetszőleges, de 6-7 lépésnél ne legyen több. A lépések dinamikája egy folyamaton belül változik, a csúcspontot a lezáró motívumoknál éri el. Cifrák. A cifra a táncfolyamat gerinc motívuma. Figyeljétek meg, hogy a levegőben maradó lábhelyzete milyen sokféle lehet. A cifrát általában éles ritmusban járják, de előfordul az egyszerű ti-ti-tá változat is. Féltalpon, könnyedén, sok térdmunkával táncoljátok. Rakosgató. Ennél a figuracsoportnál különösen figyeljetek arra, hogy a lábfejek párhuzamosan maradjanak. Sokszor ismételhetitek a figurát, de azért 8-10-nél többször ne. A rakosgatót legtöbbször a cifrával és a lengetővel együtt táncolják. Figyeljétek meg, hogy a rakosgatónál az álló láb egy helyben marad, nem mozdul oldalra. Cifra és rakosgató. Ennél a kombinációnál jól látható, hogy a táncos a cifránál és a rakosgatónál egyaránt szökken. Figyeljétek meg, hogy a bácsi milyen játékosan variálja a rakosgatók és a cifrák számát. Csapások. A galgamenti verbunkban a taps ritmusa tá, tá-tá vagy tá-tá-tá. Ti-ti-tá ritmust sohasem tapsolnak. A csapás nem jellemző, csupán díszítése a tánc folyamatnak. Az oldaltütésnél a táncos nem fordítja kifelé a lábszárát, csak egyszerűen fölemeli. Nem a bokát, hanem a csizmaszárat üti meg.
A csapást a tánc folyamatban, jellemzően a dallamvégeken, a motivumok lezárásaként használják. Most nézzétek meg a gödöllői táncosok verbunkját.